Nagyon sajátos ez a húsvéti idő. Húsvét harmadik vasárnapját ünnepeljük, amikor Jézus mellett egyre inkább a tanúk veszik át a szerepet. Ők azok, akik segítik az embereket, hogy a feltámadt Jézussal találkozzanak, de csak segítik őket. Az alapvető segítség az mindig Jézusé. Ez a mai szentírási szövegekből egyértelműen kiderül, és nagyon fontos is ezt a három szöveget most úgy egy kicsit egymással párhuzamba állítani, sajátos módon kiegészítik egymást, és együtt adják a teljességet. A tanúk, akik szerepelnek, nagyon különbözők emberileg, különböző kultúrákkal, különböző múlttal, különböző emberi természettel, ami nem kis mértékben pont ezeknek a különböző kultúráknak és múltaknak a következménye, de mégis egy sajátos egységet alkotnak a legfontosabban, a húsvéti örömhír hirdetésében. Mindenféle sorrend nélkül, de mindenképp most itt az első szereplő Szent Lukács evangélista, aki hát jó 10 évvel az első húsvét után tért meg és csatlakozott a keresztény közösséghez. Pogány származású volt, valószínű Antiochiába született, a római birodalomnak egy kicsit már a peremvidékén, de azért még éppen eléggé benne a birodalomban. Nagy múltja volt ennek a vidéknek, és nagy kultúrája, a görög műveltség és kultúra határozta meg az ott élő emberek életét, és Szent Lukácsét is. Ez egyértelműen látszik, amikor az ő írásait olvassuk, ugye ma kettőt is, magát az evangéliumot és az apostolok cselekedeteit. Terjedelmét tekintve talán Szent Lukács a legjelentősebb szerzője az új szövetségnek. És akkor mindjárt érdemes említeni Szent Pál apostolt, aki közvetlenül nincs igazán jelen ezekben a szövegekben, de közvetve annál inkább. Tudjuk jól, hogy Szent Lukács végül is Szent Pálhoz csatlakozott, az ő ige hirdetését hallgatta, és a műveiben ez az ige hirdetés jelenik meg elég jelentős módon. Egészen vértanú haláláig elkísérte Szent Pál apostolt. És hát itt van Szent János a Szentleszkében, aki talán a leginkább el tudta rendezni mindazt, ami történt az előző évtizedekben, mert hát jóval túlélt minden igazi tanút, akik ott voltak még Jézus mellett. Ő volt a tanúk között időben az utolsó. Ők együtt adják a teljességet. Megint visszatérünk az evangéliumra, mert egy nagyon fontos része ez a húsvéti ige hirdetésnek, Szent Lukács evangéliumának részlete. Fontos az előzmény is, egy önálló fejezet, azt most ebben a liturgikus évben vasárnap nem olvassuk, de mindannyian ismerjük az Emmauszi tanítványok történetét. Itt egy mondattal említi meg Szent Lukács, hogy amikor visszatértek Emmauszból, amit végcélnak tekintettek, amikor útra keltek, és aztán kiindulási pont lett az a vacsora asztal, ahol Jézus látta végül vendégül őket. Ők jönnek vissza a hírrel, a Jézussal való találkozás hírével, és erről kezdenek beszélni az összegyűlt tanítványoknak. Nagyon fontosak itt megint a körülmények is, hogy ez a két ember jószerivel egy ilyen nagyon személyes, zárt körű találkozás részese volt, amikor Jézus csatlakozott hozzájuk az Emmauszi úton, és különösen akkor, amikor abban az alkonyati házban asztalhoz telepettek. Most itt többen vannak, együtt vannak a tanítványok, így írja Szent Lukács. De azért ez is egy zárt körű
közösség. Ez nagyon fontos végig a húsvéti történetekben, hogy Jézus sohasem jelenik meg tömeggyűléseken. Az apostolok, meg talán minden őt követőnek egy kicsit várakozása volt az, hogy jelenjék meg világosan, lehengelő módon, ne lehessen kitérni húsvét ténye elől. Itt pedig hangsúlyosan és végig az apostolok ilyen hirdetésben mindig ez a bensőségesség a lényeges. Együtt vannak a tanítványok, és itt jelenik meg Jézus. Jószerivel egy napban sűríti össze Szent Lukács az egész húsvéti történetet. Ha hozzáveszünk még az Emmauszi tanítványok történetét is, akkor egyértelműen így van. Most már este van, sok minden történt ezen a napon, ezeknek a történéseknek a híre nagyon sokféleképp jutott el az emberekhez, a tanítványokhoz is. És most maga Jézus jelenik meg, Jézus, akit várnak is, meg felülmúlja ugyanakkor várakozásukat. Ez a kettősség végig benne van a húsvéti történetekben. A múlt, amikor egyre nagyobb várakozással várták, hogy Jézus, mint messiás, jelenjék meg az embereket. Egyre több és egyre jobban kiszínezett emberi várakozás töltötte meg őket. És akkor az a hirtelen zuhanás, amikor egy halálra kínzott, szinte féreggé silányított embert kellett látniuk. Jézus szavai ezek, azért merem én is mondani, ezért imádkozza a Zsoltárba ezeket a szavakat. És akkor a folytatás, ami megint messze a várakozáson felül van. Annyira, hogy ezt el se tudják fogni, mert felfoghatatlan. Az előző elképzeléseik, meg az a tapasztalatot, a szenvedés és a kereszt halál körül, az belefért az emberi megtapasztalatba. Azt valamennyire értették, mert azért valljuk meg őszintén, emberi dolgainkat se érthetjük soha a maguk teljes valóságában. De ami történik, az érthetetlen számukra. Érthető, hogy érthetetlen. Mert itt Isten teljes világa kerül közel az ember véges világához. És ettől van bennük a félelem, a megrendülés is. Ha az ember valami nagyon mást lát, mint amit megszokott, akkor bizony ez az életérzés természetes. Azt hitték, kísértetet látnak, így írja Szent Lukács. Valamiféle szellemet. Ugye vigyáznunk kell ezzel a kifejezéssel, mert a szellem, a lélek, ami sokszor egybe kezelünk, az valami több, mint ez az anyagi világ. És ugyanakkor ebben a zsidó kultúrában, ahol Jézus megjelent, az mindig csak valami második vonal. Valaki meghalt, de valahogy, mint a kísérteni, visszajárhatna. Ez tulajdonképpen végigkíséri az emberiség egész történetét. Jézus nagyon hangsúlyozni akarja a teljességet, és itt most a teljességből az ő test szerinti feltámadását. Hogy ez az anyagvilág, amelyből az ő emberi teste is vétetett, az mindenképp benne van a maga teljességével, Isten teljességében. Nem kell lenézni, nem kell félni tőle, ő ezt a valóságot. Egykor volt, emberi testét vállalja most, a feltámadás után is. Minden estül és főleg és kiemelten sebeivel, megtöretettségével vállalja ezt a testet, megtapasztalják, érzéki emberi tapasztalással, látják, hallják Jézust ezek a tanítványok, de ugyanakkor érzik a teljességet is mögötte. Azt a teljességet, aminek egyrészt nagyon örülnek, de annyira felülmúlja az ő várakozásukat, hogy nem akarják elhinni. Nagyon sokszor vagyunk így emberi életünkben is, ha valami váratlan, nagy dolog, főleg jó dolog történik velünk, akkor néha meg is fogalmazzuk, hogy én ezt nem akarom elhinni.
ez nem történhetne velem. Hát így voltak egy kicsit a tanítványok is. Váratlan és felfoghatatlan volt számukra az, ami történik, és akkor Jézus megint nagyon emberi eszközökkel veszi vissza őket az ő közösségébe, és lesz ő is tagja az ő együttlevő közösségüknek. Velük együtt eszik és iszik. Ezt nagyon sokszor fogják majd később emlegetni a tanítványok. Egy megszokott mindennapi emberi cselekvés, de mégis valahogy annyira a teljesség jele, hogy ha a teljességről beszélni akarunk, akkor ezt nem lehet elhagyni. És akkor folytatja Jézus a látszólag elméleti tanítását, hogy mindaz, ami történt, a húsvét előtti dolgok is, a szenvedés felfoghatatlan, érthetetlen és elfogadhatatlan eseményei, és ez a húsvét hajnala, és mindaz, ami azóta történt, ez Isten terveinek a része. Nincs benne semmiféle emberi manipuláció, még ha úgy is néz ki, hogy mindezt emberek művelték. És nagyon fontos, hogy ti vagytok ennek a tanúi, és ez az állapot, ez nagyon fontos dolgokat jelent számotokra. Ezekről beszéli Szent Lukács evangéliumában. És aztán folytatja az apostolok cselekedeteivel. Nagyon gazdag ez a mai szentírási teríték, csak a legfontosabb dolgokat van időnk megint végig gondolni. Szent Pétert látjuk, aki még Jeruzsálemben van, a jeruzsálemi templomban. Ott hirdeti a feltámadt Krisztust. És már kezdi hirdetni, ami nagyon lényeges tanítás ennek a mai vasárnapnak, hogy húsvét öröm híre mindenkié, az egész világé, és a tanuknak, mindenkinek a maga helyén ezt kell szolgálnia. Természetesen nem úgy, hogy ő maga oldja meg az evangélium hirdetését az egész világon, de a maga világában kiemelt felelőssége van. Nagyon izgalmas, mert Szent Péter hirdeti ezt az egyetemességet itt Jeruzsálemben, akinek azért meg kell küzdeni ezzel az igazsággal. Az apostolok cselekedeteiben majd később olvassuk, hogy hányszor elbizonytalanodik Szent Péter, és vissza akar vonulni a népe körébe, legalább a megtért zsidók közé, és nem akar a pogányokkal kezdeni, kerüli őket. Annyira benne van a múltjában ez az átkörűség, hogy nehezen tudja még húsvét örömhíre is kiszabadítani őt. De pontosan ez a szép, ahogy aztán Szent Péter egyre inkább megérti, hogy húsvét örömhíre mindenkié, és ezt az igazságot neki is kell szolgálnia a maga helyén. És nagyon lényeges dolgok vannak ebben a beszédben, ebben a jeruzsálemi beszédben. Szembesíti a hallgatókat a múltjukkal, a bűneikkel, amik azért különös dolgok. Tudom, testvérek, hogy tudatlanságból cselekedtetek, így fogalmaz Szent Lukács, amikor idézi Szent Pétert. Mintha nem is lennének felelősek mindazért, ami történt. Hát, ilyenek a bűneink. Sokszor érezzük úgy, hogy mi nem is tehetünk erről, a körülményeink azok, amik belevittek ebből, mások vittek rossz utakra engem, ugye egy sláger is volt valamikor. Ebben van igazság természetesen, és nagyon fontos az igazságnak ez a része is. De azért a személyes felelősség is fontos, és ezért kell a beszéd hallgatóinak bűnbánatot tartani. És itt megint nagyon lényeges, hogy ezt a bűnbánatot azt teszi lehetővé, hogy ott van mellettük Jézus megbocsátó szeretete, aki nem azért jött, hogy elítélje ezt a világot, hanem azért jött, hogy üdvözüljön általa a világ. Ezt fogja majd hirdetni Szent Péter a későbbi időben. És hát ezt az igazságot teszi egy kicsit teljesebbé még a Szent Leszke, ahol Szent János szólít meg most bennünket.
és azt mondja, hogy azért írok nektek, hogy ne kövessetek el bűnt, de ha valaki bűnbe esik, ne a kétségbe esés, vagy az úgyis hiába hangulat töltse előt, mert van szólónk az Atyánál. Jézus Krisztus az igaz. Ő az, aki megmentésünkre érkezett. Így hát Szent János az, aki véglegesen megerősíti húsvétnak leglényegesebb tanítását, hogy módja van az embernek bűneiből szabadulni. Hát így kapcsolódnak össze ezek az olvasmányok, mindegyike szembesít a múltunkkal, ezzel a távolival is, ezzel a 2000 évessel, mert ez a mi múltunk is, nyomatékosan a mi múltunk is, meg azzal is, ami személyes, ami bűnöket jelent. Azzal a múlttal szembesít bennünket, aminek egy részét magunkkal kell vinnünk, egy részét pedig el kell hagynunk Jézus segítségével. Tulajdonképpen Jézus segítsége kell ahhoz is, hogy ezt az elválasztást meg tudjuk tenni. Meg tudjuk érezni, mi az, amit a múltunkban el kell hagyni, és ahhoz az elhagyáshoz kérjük Jézus segítségét, mert pont ezért a segítségét érkezett, és tudjuk, mi az, amit magunkkal kell vinni, a múltnak azt a részét, ami nélkül nincs igazán emberi jövőnk. És a múltnak, talán így fogalmazhatnánk legrövidebben, a leginkább hordozható és olyan része, amit magunkon kell vinni, hogy Jézus azon az első húsvéti hajnalon valóban feltámadt, és mindez azért történt, hogy bennünket is magával vigyen ezen az úton. Ez a vasárnap segítsen hozzá bennünket, hogy a múltunkat el tudjuk így osztani, amit el kell hagyni, azt el tudjuk hagyni. Ami fontos, hogy a miénk legyen, az bátran vigyük magunkkal emberi jövőnkbe is.